A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Székesfehérvár legkisebb választókörzetében utazunk ma el. Jó napot kívánok a gondos gazda segítségével, aki nem más, mint Horváth Miklósné. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a tévénézőket is! A költségvetés már megszületett, nagyjából lehet látni, hogy ebben az esztendőben mi minden történik majd Vízivárosban, de azért nem volt egyszerű az elmúlt néhány év. Maradtak ki fejlesztések, nyilván nem véletlenül érthető okokból, de azért úgy tűnik nagy általánosságban, hogy jobb lesz ez az esztendő, mint ahogy előzetesen számoltunk rá, hogy nem lesz olyan jó. Ezt kibontaná nekem egy kicsit érthetőbben? Igen, természetesen köszönöm a lehetőséget, hogy ezt elmondhatom, mert valóban nem számítottunk a Covid-ra se, és nem számítottunk a háborúra se. És nyilvánvalóan akkor, amikor a önkormányzatnak alapfeladata, hogy működtessen egy 100 000-es várost, annak az egészségügyét és egyáltalán a városnak minden egyes porcikáját, városgondnokságot, mindent, akkor nagyon gondosan kell ezt a költségvetést megtervezni, különösen akkor, amikor bejön egy háború, és aztán az fejtetőre állítja az összes energiaköltséget. Tehát nagyon nehéz év volt, különösen a 22-es év, nagyon nehéz év volt, mert nem lehetett tudni azt, hogy meddig fognak száguldozni a villany meg a gázárak, tehát az elektromos áram, és nagyon kemény tárgyalások árán lehetett megállapodni, hogy az intézményeinknek a működtetéséhez szükséges energiát biztosítani lehessen, hogy fűteni lehessen, tehát ezt nem részletezem, ezt mindenki tudja. Tehát nagyon meg kellett gondolni, és a költségvetésben ez nyilván jelentkezett, tehát hogyha egy város működtetni kell, akkor mindig azt nézzük meg, hogy mire futja, mennyi forrás van. Hát amihez hozzá lehet nyúlni, az nyilván azok a források, az nyilván a fejlesztések, amiket elodáznak akkor ilyenkor. És amire lehet még számítani, az a jól dolgozó vállalatoknak az iparűzési adóján kívül még a kormányzati segítség, és ezt mind a kettőt megkaptuk. Tehát akkor, amikor megterveztük a 2023-as költségvetést, akkor azért valóban egy nagyon óvatos költségvetés volt, mert tartalékot tilos felhasználni, tilos, pláne akkor, amikor látjuk, hogy milyen hektikusan változik a világ. És úgy nézett ki, hogy a korábbi éveknek a nagyobb fejlesztési összegei mellett, most illetve helyett, ebben az évben is, ha csak 30 millió forintot fogunk kapni választókerületenként, mert tavaly is annyit kaptunk. Na most én nem ezt a számot olvastam. De a választókerületenként 30 milliót kaptunk, mondom, és a képviselőknek pedig az egyéni keretét évek óta 10 millióról levették 6 millióra. Ez is egészen természetes volt. És ami egy nagyon kellemetlen dolog, hogy nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen helyzet van, egy ilyen pénzügyi helyzet van, nem csak nálunk, az egész Európában, akkor elkezdenek száguldani az árak, és a szolgáltatóknak az áraival sem lehet úgy számolni, mint ahogy számoltunk 19-ben például, vagy még talán még 20-ban is. Úgyhogy az a 30 millió forint, amit mi 22-be kaptunk, és én nagy lelkesedéssel le is adtam, hogy mi legyen az. Mi tulajdonképpen akkor is már megtudtuk azt, hogy nem lehet nagyot álmodni 30 millióból, de mindenképpen, ami Vízivárosban a legrosszabb állapotban volt, az a Sarló 11 és a Sarló 23 két tizemeletes négy lépcsőházas lakásnak a járdái, két oldalra vannak nyilván bejáratok, mindegyiknél ott van még egy parkoló is és a főbejárat. Hát ez a 30 millió forint 2022-ben arra volt elég, hogy a 11-nek a két oldali járdáját megcsinálták, és 23-nak meg csak az egy oldalit, de még rosszabb volt a parkoló oldalit. Az, hogy 14 meg 16 körül, arról szó nem volt. És akkor idén megint ugye volt a 30 millió, akkor kértem, hogy hát természetesen akkor a 23-nak a másik oldalát is ugye már csináljuk meg, és akkor egyáltalán még mi férhet bele, abba belefér-e most már az, ami szintén 22-ből maradt el, hogy a Sarló utca 14-nek van egy belső járdája, ami nagyon rossz állapotban van, és a 14 és a 16 között pedig egy lejárat is van a parkolóhoz, de ott is van egy bejárati rész, egy ilyen
mondhatnám azt is, hogy gyalogjárdának nevezhető, hogy az is beleférje a 30 millióba. Úgy nézett ki, hogy igen. És akkor lám, milyen jó, jó a jó Isten, jól gondolkodtunk, meg segített rajtunk több minden. Lényeg az, hogy a tervezethez képest kevesebb költséggel kellett, energiaköltségekkel, kiadásokkal számolni, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes meglepetés ért bennünket a polgármester úr részéről, amikor azt mondta, hogy jó, hát akkor mindenkinek, minden egyéni képviselőnek plusz 23 millió forinttal meg lehet emelni, mert úgy alakultak az árak, úgy alakultak, hogy ezt még ott ki lehet osztani. Na, innen, mert jóval több a igen, a igen. Hát ez úgy nézett ki, hogy a 20 millióba nem fog beleférni megint a Sarló utca 14 meg a 16. Na most idén meg lesz azért? Meg, mert 53 millió van, és az 53 millióban már belefér a 23-at, azt mindenképpen megcsináltuk volna a másik járdát, de hát 30 millió forintból maradt volna valamennyi, mert 18-19. Összehasonlításképpen 2019-ben a házak közötti parkolók, amik a Sarló utcai nagy parkolók, ott mindenik 104 parkoló van, 19 millióért megcsinálták. Most egy az járt. Egészet? Igen, egy parkolót 104, 18 és 19 millió forint körül lehetett felújítani. Most egy járda 19 millió fölött van. Egy járda. Hihetetlen áremelkedés. Őrületes áremelkedés, tehát ezért mondom, hogy mindnyájan rendkívül lelkesek voltunk, és nagyon, hogy jaj, de jó, akkor nyilván, ami elmaradt 22-ről, az bele lehet ebbe már tenni. Sőt, most, ahogy hallottam, mert beszéltünk, nyilván letárgyaltuk mindent a városgondnoksággal, ők bekérték az aktualizált ajánlatokat, hiszen minden megvolt, műszaki tartalom minden megvolt, bekérték az aktualizált árakat, és akkor ebből most kiderült az, hogy igen, természetesen a 23 mindenképpen, de meg lehetten csinálni a 14-es járdát, belső járdát is, a 16-ost is, és még arra is jut, remélem pénz, ahogy mondták nekem, hogy még mennyi maradt ebből az 53 millióból, hogy a Budai út 48 és 54 mögött, ott van egy szolgálmi járda, ami a hátsó kijárat, hátul. Igen, hátul. Ott azt az egész részt tulajdonképpen már a legelsőt megcsináltuk, ami a 64 és a 68 között volt. Most már képviselői keretből én megcsináltattam azt, ami az 52-nél van meg, ami fölötte volt, még ott az műköves, de most úgy néz ki, hogy bele fog férni a 48 és 54 közötti hátsó rész, amit aszfaltoznak. És van még egy nagyon-nagyon jó hírem. Arról még ne beszéljünk, egy kicsit beszéljünk még arról, hogy mikor kezdődhet ott a munka, mennyire járnak elő a közbeszerzés, ki van-e már írva, tehát hol tart ez a folyamat, mire számít? Az, ami a Sarló utca 23-ra vonatkozik, és a 14-re meg a 16 közötti utcák járdákra vonatkozik, arra megvannak már, arra megvan, tehát ott kezdik a munkákat. Úgyhogy az remek, a műkövezés már megcsinálták, ott, ami az 52 mögött van, meg a 68-nál, 68-72 között, és most aktualizálják a 48 és az 54 között itt, azt nem tudom, amint megvan, ezt a keretet egész biztos, hogy május-júniusban el fogják kezdeni, tehát ami ebbe belefér. Tehát, az még akkor tehát ezeket, ami most ehhez kötődik, hogy az idei költségvetésből kaptunk, illetve amit megemeltek, abból ezeket a munkákat meg tudják csinálni, át tudják indítani, és én úgy tudom, hogy a közeljövőben van, ami már is indult történetesen Sarló utca 23-nál, meg az a része, ami ott az a felső része. És ami szintén, amikor mindig van egy központi forrása is, egy központi beruházási forrása is az önkormányzatnak, tehát ami nincs leosztva így, de érinti valakinek a választókerületét. Hát most mondjam, hogy ilyen a Móri út, ugye az a gyönyörű szép, egy milliárdos, hát az nyilván nem képvisel, az nyilván központi forrás, vagy valamilyen uniós vagy forrás, vagy kormányzati pénzekből van, amik egyébként mindig úgy néz ki, hogy kb. 10% az uniós, 20% az, ami önkormányzati önerő, és körülbelül ez akkor 70% az mindig kormányzati pénz. Na, summa summarum. Szóval a garázssor. A garázssor.
ami nagyon-nagyon nyomta már a lelkemet, mert hiszen 20-ban megbeszéltük, és a lakókkal is megbeszéltük, hogy ugye támogatják, hát persze, hogy támogatják, hogy a Rákóczi utcai 4 emeletesek és a Gáz utca 1 10 emeletesei között van egy garázsor, és borzasztó rossz állapotban van az az út. Azt mindig megcsinálja a Városgondnokság a kátyúzást, de gyakorlatilag a felújítás elmaradt 2020-ban, hiába volt benne a költségvetésben, meg jött a Covid, bekopogtatott. Aztán utána jött a háború, úgyhogy elég nehéz volt azt mondani, hogy igen, tényleg megígértem, igen, tényleg benne volt a költségvetésben, de nincs rá pénz, mert ez 100-150 millió akkor, amikor megígértük annyi. Tehát ez egy nagyon nagy pénz ennek az elkészítése, de most a 23-as költségvetésben de benne van, és rákérdeztem, úgy néz ki, hogy a májusi közgyűlésünkre bekerül a közbeszerzési eljárás elindítása, és információim szerint a nyár elején, vagy úgy nyár közepe táján el tudják kezdeni, mert 2 ütemre bontottuk. Nyilván praktikusan is, nem csak a pénz miatt, hanem azért, mert ha az egészet lezárjuk, akkor ott megáll nem az élet. Tehát ezt nem lehet csinálni. Úgyhogy most azt a részt, ami a 4 emeletesek és a garázsor között van, az rosszabb állapotban is van, mint a garázsor és a Gáz utcai rész között, úgyhogy azt fogják felújítani, és nem csak azt az utat, ami körbe megy, hanem azt a bevezető aszfaltos utat is, ami a belső parkolókhoz megy. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a Rákóczi utcai 4 emeleteseknél, akik laknak, akkor most tényleg örülnek, és látják azt, hogy nem arról volt szó, hogy nem csak megígértük, hanem teljesíteni is fogjuk, és ez nem csak nekik, nekem is nagyon nagy öröm. Ezek azért elég nagy munkák, kisebb fajta felújításra, padók, parkosítás, ilyesmik lesznek-e? Az igen, az természetes, az, mert ebben az évben abból a 6 millióból, amit én most egyéni keretként még kaptam, abból már eltapsoltunk, ugye hoztam át múlt évből 2 milliót körülbelül, azért muszáj. Itt háziasszonynak kell lenni, nincs eset. Na, abból azt hozzávéve a 2 műkövezést tudtuk abból megcsinálni, mert az 2,3 millió abból elment. Úgyhogy ami még marad, abból természetesen mindig azt azért, hogy kiskertekhez kerítés, hogy padokat kérnek, hogy valahova egy külön, nem tudom, kőlapokat lerakni, mert szeretnék lerövidíteni az utat. Vagy szóval humuszt, virágot, ezt. Tehát az, ami tényleg úgy látszik, hogy foglalkoznak vele, a környezetükkel az emberek, és csak valami, csak egy kis segítség kell, azt én nagyon önmel és mindig megteszem. És hogyha véletlenül maradna még egy olyan milliós nagyságrendű pénz, akkor meg körülnéznénk, hogy milyen játékot lehetne még a Rákóczi utcai egyik játszótérre tenni, ami kisgyerekeknek van, mert azoknak az nagyon kellene, de hát mondom, hogyha... Sok kisgyerek lakik a körzetben. Sok kisgyerek lakik, de nem egyenletes eloszlású. Tehát sok játszótér van a Budai út mentén és a Királysornál is. De ott a Rákóczi utcainál van 2 rész, amelyikre lehet 2 játszótér. Az egyik a nagyobbaknak, a másik a kisebbeknek. Na most ugye nyilván a kicsik nőnek. A nagyok meg elmennek, mert már nem használják a játszóteret. Tehát biztos, hogy nincs mindig úgy terhelve, ahogy azt a lakók szeretnék. Mert lehet, hogy ott több játék van, vagy több férne el, amelyik a nagyjátékosokat jelenti, és nincsen olyan sok gyerek abban a korosztályban. De éppen egy nagymamával beszélgettem erről, és ott voltunk megnézni, hogy de hát ez a gyönyörű kislány, akit most idehozott magával, aki most 2 vagy 3 éves, hát 2-3 év múlva rohan az idő, már ezen a játszótéren tud játszani. Én tudom, hogy ezzel nem nyugtattam meg, de hát nem tudok más csinálni, mint hogyha tényleg a kisgyerekesek, azoknak meg át kell menni egy házsorral hátrébb, hogy oda menjenek. Na, oda kellene azért valami játékot még biztos venni, úgyhogy itt még azt osztok-szorzok nézegettem, hogy mit lehet. Ahogy ismerem Saci nénit, biztosan meg lesz erre is a megoldás. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Sok erőt, jó egészséget kívánok további munkavégzésre. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek meg köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.